A hideg télies időjárás ellenére is átvágták a szalagot itt a Nyírbogdányi gyártelepen. A gyermekek ezen túl a régi focipálya helyén épült játszótéren is eltölthetik majd szabadidejüket. Ez a szép új játszótér az bizonyítja, hogy nekünk, akik itt élünk, ez a világ közepe. Magunkénak érezzük, nem közömbös számunkra, hogy milyen körülmények között élünk, van bennünk kellő erő és akarat az összefogáshoz. A közös vállalkozás sikeres viteléhez. Polgármesterként jó tudni, hogy számíthatunk az önök segítségére, önök is számíthatnak ránk. Kedves barátaim, az új játszótér a közösség törődését, megbecsülését is kifejezi. Az átadáson a család és ifjúságügyért felelős államtitkár kiemelte, Magyarországon egyaránt jó gyermeknek és szülőnek lenni, a családalapítás feltétele is adott hazánkban. A Nyírbogdányihoz hasonló közösségi terek kialakítása pedig az egész család számára hasznos. Amikor játszóteret építünk, akkor azt fejezzük ki, hogy a gyerekeknek a legfontosabb tevékenysége a szabad játék. Hogy az a feladatunk, hogy a gyerekek számára megőrizzük az életet olyannak, hogy nekik csak játszaniuk kelljen, amikor még egészen picik, hogy koncentrálhassanak erre, hogy igazán maradhassanak meg gyereknek, hogy a gyerekeknek más dolga ne legyen Magyarországon, mint alapvetően gyereknek lenni, és élvezhessék ki ennek minden percét. Ezen dolgozunk, amikor a családpolitikai kérdésekről döntünk, ezen dolgozunk akkor, amikor a gyerekeknek 3 éves kortól óvodai férőhelyeket biztosítunk, amikor számukra ingyenes étkezést, jó minőségű ételeket biztosítunk a bölcsödében, az óvodában, amikor ingyenes tankönyvellátást biztosítunk a gyerekek számára, és erről szól az is, hogy a szüleik számára is igyekszünk gondtalanabbá tenni a hétköznapokat. A Nyírbogdányi átadón a település országgyűlési képviselője, Sesták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter arról beszélt, a beruházás kiemelkedően fontos a település életében. Fejlesztési miniszterként nagyon sok helyre volt az elmúlt 4 évben vagy alapkövet letenni, vagy valamilyen fejlesztést átadni. De olyan helyen nagyon keveset vagyunk, ahol kizárólag önerőből egy településnek a saját anyagi forrásai felhasználásával épülnek fejlesztések. És ez most egy mai ez ilyen. Az új hinta, csúszda és mászókák használatát ezentúl már csak az időjárás befolyásolhatja Nyírbogdányban.